Mi motiválja az embert arra, hogy gyorsan menjen? Mi az a belső kényszer, amiért sietni akarunk? Egy utca optikailag beszűkíti a teret, nem is érezzük a kényszert. A széles utak viszont szinte csábítanak. De vajon jó úton járunk? Egy pszichológus szakemberekből álló közösség nemrég feltette a kérdést követőinek, hogy átmennének-e a piroson, gyalogosként vagy autóval, ha senki nem látná őket. A válaszadók sokszorosa felelt igennel. Miért érezzük úgy, hogy meg kell szegni a közlekedési morál íratlan vagy írott szabályait? Ráadásul a forgalom már nem csak autósokra és gyalogosokra korlátozódik. Rolleresek, biciklisták, motorosok, taxisok, autómegosztók, kamionosok és tömegközlekedők is részt vesznek a csapatjátékban. A magyar néplélekben fellelhető a csibészes összekacsintás, amiben szinte érdemnek tartjuk, ha valaki előírást sért. Akik évtizedeken át megszokták, hogy ők a nagyok, most nehezen empatizálnak a kisebbekkel. A megváltozott környezetben tanulásra szorul, idomulni az új eszközökhöz és helyzetekhez, miközben agyunk csatorna kapacitása továbbra is 7 bit. Egyszerre ennyi dolgot tudunk feldolgozni, mi alatt egyre több inger ér bennünket egy felgyorsult világban. Önmagában az út nem veszélyes. Tőlünk válik azzá. Én már csak tudom. Az volt a kiváltó oka annak, hogy én most itt ülhetek ebben a kényelmes fotelben, hogy 2015-ben valaki nem nagyon nézett bele a visszafillantó tükrébe, és nem nagyon kapcsolt irányjelzőt. Hát volt egy autós-motoros találkozó, ezekből általában a motorosok jönnek ki rosszabbul. Summa summarum, akkor volt ott egy klinikai halál, abból mentősök fölélesztettek. Aztán még kétszer majdnem meghaltam, de most itt ülhetek a fotelben, és beszélgethetünk. Azon a nyáron piszkosul jól éreztem magam. És valaki egyszer nem figyelt. És rommá döntött mindent. Az nagyon-nagyon fontos, hogy megadni a másik embernek azt, hogy ő biztonságban érezhesse magát. Előhozzuk, hogy nehezebb közlekedni most a városban, mert több a kerékpársáv, miközben nem Magyarországon, hanem egész Európában, az egész világon beindult egy új közlekedés politikai koncepció, amiben újraosztják a közlekedési területeket, és ebben igen kapnak a gyengék is felületet. A kerékpáros szabad közlekedéssel, abban van egy picit szabadabb gondolkodás. Az a gyerek, akit egyébként a szülei nagyon hamar rászoktatnak a kerékpáros közlekedésre, ő rájön arra, hogy ő menetrendtől függetlenül tud helyet változtatni. De onnantól kezdve, ha egyébként ő ennél nyitottabb, akkor elkezd abban gondolkodni, hogy azok a szabályok, amik meghatározzák az életünket, az nem biztos, hogy jók. És hogyha kinézünk így egy picit Európába, akkor valamiféle olyan közlekedési morált lehet esetleg felfedezni, aminek a határvonala nagyon óvatosan a vasfüggöny lehet, amitől jobbra-keletre az inkább a jellemző, hogy félj a közlekedésben, és ezért te magadra vigyázzál, más nem vigyáz rád, te vigyázzál. És ahogy a tömegközlekedési járművezetőkkel is kapcsolatba kerülünk, ő azt érzi, ő úgy éli meg, hogy ő teret veszített, ő elveszítette azt a privilégiumot, hogy ő volt a járművezető, és most neki igazodnia kell, neki el kell fogadni azt, hogy más közlekedési szereplő is belépett ide. Az a járművezető, aki évtizedekig abban volt benne, hogy ő neki tere van, ő neki széles sávja van, de most, hogy újra felosztják a városban ezeket a tereket, lecsökkentek a sávszélességek. Szó szerint is azt érzi, hogy szűkebb az élettere, és megjelent mellette valaki más, szűken, közel jön hozzá, akire neki figyelni kell, akire ő eddig nem figyelt. Régebbre visszanézve, amikor a pult alól kaptuk a dolgokat, majd a haverom segít elintézni, majd olcsóbban, majd számla nélkül, bármilyen módon az ügyeskedés volt a menő, ez megjelent a közlekedésben. Akkor az volt a menő, hogyha egy piros lámpát ki tudtunk kerülni valahogyan. Tehát mondjuk egy sávban elsőszóltunk, oldalt visszajöttünk, és akkor annál menőbbek voltunk, minél inkább. Azt éreztük, hogy ezzel nem csak azt a sort játsszuk ki, a rendszert játsszuk ki egy picit.
Budapest az úgy valahol a Nyugat és a Balkán között van, ugye félúton. Nem mindig előzékenyek az emberek, de azt mondom, hogy jobb a helyzet, mint amit szerintem az átlagos ember észrevesz ebből. Mindig a hülyék tűnnek ugye föl. Nincsenek olyan nagy arányban, mint amit az ember elképzel, viszont úgy kell közlekedni, mintha abban az arányban lennének, mint amit az ember elképzel. Nem vagyok autóellenes, sőt, ironikus módon megint csak automániás vagyok egyébként. Az autók is egyre nagyobbak. Szóval egyre több helyet foglal ugyanannyi autó, és még nem is ugyanannyi van, hanem egyre több az autós centrikusságból kicsit visszavenni és embercentrikus közlekedést kialakítani. Ha a dugóban ül az ember, és neki áll nyomkodni egy mobilt, ő maga aktívan elvonta a figyelmét az útról. Ez olyan, mint a gyorshajtás. Nem az, amikor 50 helyet 55-en megy valaki, hanem amikor az Árpád hídon 170-nel. Gyaloglom, tömegközlekedek, kerékpározom, és nagy ritkán autóval is közlekedem városban. Szoktam elektromos rollerezni, van biciklim, azzal nagyon sokat járok. Autóm nincs, de ezeket a közösségi autókat szoktam használni. Általában villamossal vagy busszal, néha kerékpározom. Hey! Tiszta London, a gyalogosok ugyanígy lépnek ki a kerékpársávra. Láttam, piros volt, azt is láttam, nem? Hey! Meg a úristen, a rolleresek, Jézusom! Zseniális, Rottenbiller utcai felüljárót elhibázta a sofőr, de nem rezelt be. Merész, merész, és nem tudom, élt a pillanat lehetőségével. Azon kívül, hogy szabálytalan volt, szerintem sokan csinálunk ilyet, meg sokszor láttam ilyet, és nem nagyon akadályoz senkit, meg ha nincs belőle baleset. Ez pont ez az eset, amikor még büszke is rá az ember, hogy hú, nem is kellett kerülnie. Aki autót vezet, az jogosítványt szerez. Aki taxit vezet, az nem csak gépjárműt vezet, de ráadásul ez a szakmája, tehát hogy neki betéve kéne tudni a KRESZ szabályokat. Gyalogosként át szoktam menni, hogyha körülnézek és látom, hogy nem jönnek. Ez egy felmentés, tudom, hogy nem szabadna, de ha nincs kamera, akkor miért ne csinálhatnám meg. Amikor én biciklivel járok, akkor is kicsit ilyen szabadon kezelem, hogy akkor én mehetek a járdán, nyilván odafigyelve, de akkor behajthatok olyan utcába, ahova nem hajthatnék be, mert miért ne hajthatnék be. Ha látom, hogy nem jönnek, akkor de ez ilyen életszerű szabálysértés szerintem.